A közigazgatásban dolgozóknak vissza nem térítendő támogatással sikerült megvalósítani azt az 5 hónapon át tartó elméleti és gyakorlati képzést, amellyel bővíthetik ismereteiket az uniós pályázatokról. A tartományi mezőgazdasági titkárság Magyarországgal egy nagy értékű projekten dolgozik, és mint Predrag Rajic, projektmenedzser mondja, szükséges a továbbtanulás. Projekat nosi akronim VASITKA i vredan je 6 miliona evra, dakle reč je o strateškom projektu. Tako da je naš cilj bio da što više kadrova, dakle iz pokrajinskog sekretarijata obučimo, da pomognemo kadrovima koji već imaju neko predznanje, poput mene recimo, da to znanje uspemo da podignemo na još viši nivo kako bismo mogli da učestvujemo i u još nekim drugim projektima samostalno ili uz pomoć Fonda za evropske poslove. Znanje i veštine koje ćete iskoristiti u narednom periodu. A régió megmaradása és fejlődése érdekében kulcsfontosságú az uniós pályázatokon való részvétel. Ovaj program znači je namenjen edukaciji svih polaznika za pisanje evropskih projekata da steknu znanja uopšte o ekonomiji, pravima i politikama Evropske unije, procesu evropskih integracija, šta to znači za Srbiju i Vojvodinu i na koji način da oni doprinesu bržem tom procesu uključenja Srbije Evropskoj uniji. A tanfolyamot sikeresen elvégzett hallgatóknak Pásztor István, az Európai Ügyek Alapigazgató Bizottságának elnöke adta át a bizonylatokat. Kifejtette, a közigazgatásban jelentős változások mennek végbe, és több feladatkör hárul az ott dolgozókra, és ezekkel továbbképzés nélkül nem lehet lépést tartani. Ez egy jó képzés, és az emberek érdeklődnek. Úgy néz ki, hogy a következő iskolai évtől 2 kurzust is tudunk indítani, és mindez azt a célt szolgálja, hogy létrejöjjön az a kritikus tudás és kritikus emberállomány az önkormányzatokban, akik ezeknek a feladatoknak eleget tudnak tenni. A régiófejlesztési programban ezúttal 45 hallgató indult, 37-en szereztek bizonylatot. A jövőre induló kurzusokban 50-50 érdeklődő kap esélyt az ismereteik bővítésére.